Önpusztító életstratégiák. A megoldás illúziója. Michael Jackson, Jimi Hendrix, Whitney Houston vagy Amy Winehouse. Hogy mi a közös bennük? Mindegyikük önpusztító életet élt. Az önpusztításnak sok formája létezik. Ilyen például a túlzott alkoholfogyasztás, gyógyszer vagy kábítószerfüggés és a dohányzás. Ilyenkor az egyén akaratlanul vagy szánt szándékkal olyan sérülést vagy károsodást okoz saját magának, ami sok esetben visszafordíthatatlan következményekkel jár. Amikor önpusztító stratégiát csinálunk, akkor lényegében egyfajta tudatlanság áldozatai vagyunk. Nem tanultuk meg gyerekkorunkban, hogy mondjuk az érzelmeinkkel mit kezdjünk. Van egy stressz helyzet, akkor különböző drogokhoz, kábítószerhez, alkoholhoz tudunk nyúlni, vagy a férfiak nem tanulnak meg a félelemmel bánni, ezért egy helyettesítő érzést kapunk meg gyerekkorunkban, ami a düh. A legtöbb esetben, amikor egy férfi dühösnek látunk, lát családon belül erőszak, ezek mondjuk ilyen klasszikus önpusztító életstratégiáknak nevezzük, akkor mindig mögötte van egy érzés, egy érzelem, amit nem tudunk kezelni. A statisztikák eredményei megdöbbentőek. Az átlag magyar ember, a csecsemőket is ideértve, évente 11,2 liter tiszta alkoholt iszik meg. A lakosság egyharmada rendszeresen dohányzik, az alkoholisták száma meghaladja a 500 000-t. Évente 4-6 ezer új drogfüggő beteget regisztrálnak. Persze, szeretnénk válaszokat kapni arra, hogy miért alakul ki egy gyermekben az önpusztítás valamelyik formája. A válasz egyszerűnek tűnhet. Mert kamasz. És a kamasz, akkor kíváncsi, és a kíváncsi, akkor bizonyos dolgokat esetenként ki fog próbálni. És persze mi okos felnőttek szoktuk azt mondani, hogy bezzeg az én időmben, fiam. Persze mi azért igyekszünk elfelejteni azt, hogy mi is voltunk pontosan ugyanolyan 16 éves kamaszok, és esetenként a saját életünk, a saját korunknak megfelelő bizonyos önpusztító technikákat valljuk be őszintén, mi is annak idején használtunk. Habár mondom, erről igyekszik ugye az ember megfeledkezni, és mondjuk a kamaszkori berúgások esetenként már több tíz évvel ugye a lerészegedés kapcsán olyan kellemes, édes, megmosolyogtató emlékké szoktak általában ugye átvándlizni. De azt kell, hogy mondjam, hogy a kipróbálás szokott lenni, és a kíváncsiság az egyik leggyakoribb. Az igazi probléma ott kezdődik, hogy egy átlag magyar szülő a statisztikák szerint naponta mindössze 7 percet foglalkozik a gyermekével. Sok gyerek olyan családban nő fel, ahol a szülők már maguk is önpusztító életstratégiákat követnek. Az ilyen családokban a gyerekek azt látják, hogy az életkonfliktusok a problémák kezelésének legfontosabb eszköze az alkohol, a cigaretta vagy a kábítószer. Ezek a fiatalkorban elsajátított minták aztán egész életüket végig kísérik. Az önpusztító életmód stratégiáknak van egy gyökerük, és ezek a gyökerük mindenhol, valahol tulajdonképpen egy családban és egy környezeti tényezőkön alapulnak. Akár itt az alkoholt, akár a kábítószert, akár a vad duhaj berugásokat nézzük, akár pedig bármi egyébféle, akár olyan életstratégiákat, mondjuk a tudatos önveszélyeztetés, mondjuk extrém sport, mondjuk a bringázás, mondjuk bármi egyéb dologban, ahol összességében ezek a fajta módozatok mind jelen vannak, mert valamit kompenzálni akar ez a fiatal. Őt akarja megvalósítani magát, és talán ezért vesz akár kémiai szert, akár pedig valamilyen magatartási jellegű szert, ami a veszélykereséssel, esetleg a balhéval van szoros kapcsolatban magához, hogy ezzel egy picit a saját életét, a saját, és ez megint egy csúnya szó, pszichoszociális gettóját egy kicsit megpróbálja megváltoztatni. Az elmúlt 2 évben az Európai Unióban 141 új tudatmódosító szert regisztráltak. Így a paletta óriási mértékben megnőtt, mind a kipróbálás, mind pedig a rendszeresség terén. Ugye a mi szakmánkban, ugye a zeneiparban, vagy akik színpadon szerepelnek, meg az éjszakában vannak, hogy nem elérni akarunk vele semmit, ilyen se rossz, se jó értelemben, hanem egyszerűen annyira adja magát maga az éjszaka is. Úgyhogy nagyon nehéz azt mondani, hogy ugye oda mulatni jönnek az emberek, velük kocintani, vagy velük szórakozni együtt, az egy józan embernek a részeket nagyon nehéz kibírni eleve, még a mi fajtánknak is. Úgyhogy maradjunk, hogy mi mindig is mulatásból ittunk, vagy bármit csináltunk, és ez mai napig is erről szól. Magyarország az önpusztítás nyílt formájában, az öngyilkosságban a világ második helyén áll. Vajon mi lesz gyermekeinkkel és unokáinkkal, akiknek ilyen terhes, szomorú örökséget adunk át? Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?